A 13-as általában szerencsétlen szám, de kötve hiszem, hogy ez Spanyolán az lenne, ugyanis a 13. Panyola Festet rendezik meg idén a sorban, Panyolán, és már is itt van velem Papné Nagy Mónika főszervező, üdvözöllek! Üdvözöllek, szia! Igen, jól tudod, immáron 13. alkalommal rendezzük meg Panyolán a Panyola Festet jövő héten, augusztus 2-től 4-ig. Muhari Zoltán polgármester úr főszervezésével, egy fiatal, lelkes fiatal csapat támogatásával, akik minden évben arra törekszenek, hogy megújuljon ez a fesztivál, nem csak a zenei programokban, ugyanis most olyan neves fellépőink lesznek, mint Presser Gábor a Csíkzenekarral, illetve Harcsa Veronika, Szabó Balázs bandája, de törekszünk arra is, hogy különböző kísérő programokban megújuljunk. Nagyon fontos nekünk az, hogy minőségi zenét adjunk, minőségi programokkal, és a hagyományápolás. Hagyományápolást említettél, akkor olvastam ugye a szórólapotokban is, egyébként itt az asztalon is van nálunk belőle egy pár darab, hogy portaprogramokat szerveztek. Na már most én nem tudom, hogy a portaprogram az konkrétan miből áll, ezt elmesélnéd nekünk, mert azt hiszem, hogy ez is leginkább a hagyományaitokhoz fűződik. Igen, a portaprogram az azt akarja, hogy az ide látogató vendégek előtt a helyi lakosok megnyitják a kapuikat, és az egyik portán például pálinka szeminárium lesz, pálinkát lehet kóstolni, a másik portán színi előadás, Makranci Zalán védőbeszéd előadása, ugyanakkor lesz egy harmadik portánk is, ahol gyerek autós mozi lesz estére, tehát ilyen kis dobozszerű autókban fognak ülni a gyerekek, és az esti mesét, az esti mozit onnan fogják megnézni. Nagyon jó, tehát akkor tulajdonképpen ugye a gasztronómiátok, azt is tudni kell, hogy itt csak a panyolai dolgok jönnek elő, tehát olyan ízeket kaphatunk, ami csak erre a tájegységre jellemző, és a Porta programok keretében, ha jól értem, akkor tulajdonképpen az ott lakók beengedik a saját udvarukra a látogató közönséget. Ez a lényege, és különböző szatmári ízekkel kínáljuk meg őket, tehát olyanokat, mint a kukoricakásás töltött káposzta, a szilverekváros csavart fánk, ilyen szatmári finomságokkal várjuk az ide látogató vendégeket. Mi a tapasztalat az eddigiek alapján, és most mi az, amiben biztos, hogy új lesz a Panyola Fest 13. alkalommal? Hát nagyon fontos, már említettem, a hagyomány nekünk, és a megyei értékeket is próbáljuk képviselni, ezért olyan fotókiállításokat is hoztunk erre a fesztiválra, mint például Habarics Bérának a természetvédelmi fotói, ugyanakkor az aktív kikapcsolódást kedvelőknek is nyújtunk programokat, így a középkori templomok útja kerékpárral megtehető. Ennek is lesz egy fotókiállítása egyébként a templomkertben, de aktív kikapcsolódást kedvelőknek még tudom ajánlani a kajakkenúzást, illetve a tutajozást is. Zene és gasztronómia tehát egy helyen a Panyola Festen. Még egy picit a fellépők soráról beszéljünk, hiszen nagy neveket említettél, ugye Csíkzenekar, Presser Gábor, kiket vártok még, illetve kik lesznek még a fellépőitek? Igen, tehát várjuk még Fitos Dezső társulatot is, Szabó Balázs bandáját említettem, Dániel Figergő és az Utazók. Akkor nagyon nagy nevek érkeznek tehát a Panyola Festre, tehát augusztus 2-a és 4-e között 13. alkalommal. Mit mondanál azoknak, akik még nem voltak Panyola Festen, mire számíthatnak? Az, hogy nagy szeretettel várjuk őket, és ne hagyják ki a szombat délelőtti tiszaparti programunkat, ahol a Kokas Banda fog zenélni, és egyfajta szabad strand, persze lesz pálinka is, szilvalekvár, és a többi. Minden, ami panyolai. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hát akkor várnak mindenkit szeretettel Panyolán. Köszönöm én is. Thank you.